Pirosba öltözött ovisok és diákok lepték el délelőtt az Erzsébet teret. A Szív világnapjára, így a szív védelmére hívták fel a figyelmet. A rendezvényt az idén 15 éves Szívbetegekért Egyesület szervezte. A prevenció megelőzés a legfontosabb, hogy az óvodában már kezdjük el azt, hogy a gyerekek mit egyenek, mit igyanak, hogyan étkezzenek. Nagyon fontos számukra az, hogy egészséges nemzedéket neveljünk a gyerekekkel egységben. Az eseményen a polgármester is az egészségmegőrzés és a szívvédelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kicsi korban érdemes erre szépen fölkészíteni a gyerekeinket. Ez nagyon fontos szerepe van a családnak természetesen, de az óvodának, az iskolának, azaz mindannyiunknak, Nagykan és a városának is, hogy minden lehetőséget adjon meg ahhoz, hogy ez az információ, ez a segítő információ, ez menjen át, és hát próbáljanak úgy élni, hogy megelőzzék a bajt. A statisztikák szerint Magyarországon minden második haláleset szív- és érrendszeri betegség miatt következik be. Dr. Matolcsi András, a Kanizsai Dorottya Kórház főorvosa, a kezdetektől támogatja az egyesületet. A főorvos minden rendezvényen igyekszik felhívni a figyelmet a veszélyekre. Diákok, figyelem! 10-15 éves, 15-20 éves korban a lakosságnak és a fiataloknak az egy negyedében kimutathatók az érelmezesedés kezdőjelei. A Svensz Balett és Tánciskola irányításával egy flashmobbal is felhívták a figyelmet a Szívvilágnapjára. A program a Hevesi Sándor Művelődési Központban különböző műsorokkal és előadásokkal folytatódott. Balogh László, a Humán Bizottság elnöke szerint fontos értékeket közvetít a jubiláló egyesület. Én azt hiszem, hogy ha törődünk a minőségi életünkkel, odafigyelve a szívünkre, akkor talán a 3 milliárd szívdobbanásban sokkal több lesz az örömteli pillanat, mint a kevésbé örömteli. Hogy ezt hogy érhetjük el? A segítséget? Mozgással, táplálkozással és a kultúra, a művészetek olyan eredményeivel, amelyek ma is itt láthatók, érzékelhetők voltak. Na persze meg a szeretet állandó gyakorlásával, mert a szeretet, hiszek benne, állandó és örök és áldás mindannyiunk számára. Az ünnepség keretében köszöntötték az egyesület legidősebb tagját, a 90 éves Patakfalvi Györgynét, valamint díjazták azokat a tanulókat, akik részt vettek a szervezet Szívvilágnapi rajzpályázatán.